Le a kalappal a Szekszár talán legfiatalabb klubja a gyermek kosárlabda ese előtt. Működésük alig 10 éve alatt valamennyi számottevő utánpótlás korosztályban saját fiúcsapattal rendelkeznek. És ennél is lényegesebb, hogy hozzáértő szakmai szemek tucat számra képzett játékosokat fedezhetnek fel soraikba, amely őszinte szakmai elismerés Mandulás Zoltán egykori kiváló szekszárdi játékos által alapított klubnak, aki a hazai kismárosi viszonyokat meghaladó szakmai céllal hozta létre ezt a klubot, jó játékosokat képezni a magyar férfi kosárlabda különböző szintjein működő csapatainak számára. Az U11-től a junior korosztályig felállt, és nem is akármilyen minőségben, a GKS-e. Mi most már minden korosztályban ott vagyunk, sőt több korosztályban két csapatot fogunk indítani, valószínűleg U14-be, U12-be, U11-es korosztályokba két-három csapatokat kell nevezzünk, ugye most már akkora gyerekmennyiség van nálunk az egyesületnél. Az eredményes sikeres működésnek nincs látszatra különösebb titka, ha csak az nem, hogy Zoli céljaival azonosulni tudó, a munkáért járó anyagiakat mellékes szempontként kezelő, szakmájukat értő, népszerű edzők dolgoznak a gyerekekkel. Együtt, egymásért. Van már most is egy olyan U16-os csapata a Szekszárnak, amely az elitbajnokságban szerepelhetett volna, ha nincs a vírusveszély, többek között az oroszlánnyal, a Zetével és más hazai sztárklubok legjobb korosztályos csapataival meccselhettek volna hazai környezetben is. Sajnáljuk ezt, mert egy nagyon jó szezonunk volt, tehát U16-os korosztályban a B-döntőben játszhattunk volna, hogyha nincs ez a vírus helyzet, az U11-eseink meg nagy valószínűsége országos dzsemboriba jutottak volna, az a legjobb 16-ba. Hát sajnos ez elmaradt, mivel félbeszakadt a szezon, de hát majd folytatjuk, aztán reméljük a következő években is lesznek ilyen lehetőségeink. Mivel MB2 szinte nincs jelen a szekszárdi sportéletben, a 90-es években még MB1-B-t is megjárt férfi kosárlabda, eme pozitív folyamat hozadéka belátható időn belül nem lehet más, mint az, hogy az itt maradottakból felépülhet újra legalább egy MB2-es felnőtt csapat. Ez már nem a GKS-en múlik elsősorban. Hosszú távon mindenképpen jó lenne egy felnőtt csapat Szekszárdra, bár vannak nekünk együttműködésünk a Pakssal, a Bonyhádiakkal, tehát több korosztályban is együttműködünk velük. Tehát az se lenne baj, hogyha egy-két gyerek esetleg eljutna egy MB1-es szintre, MB1-B, MB1-as csapatba. De hosszú távon elképzelhető egy MB2-es csapat is. A kinevelt játékosokból szerződésileg rendezett viszonyok alapján nem lebecsülendő bevétellel is számolhatna a szekszárdi utánpótlás nevelőklub. Mandulás Zoltánt azonban a dolgok ezen vetülete nem igazán foglalkoztatja ma sem. Ha egy gyerekből NB1-os játékos lenne, és ezt mi ki tudtuk úgymond nevelni, én nekem már az egy óriási büszkeség lenne. Tehát ez a pénzkérdés, ez nem annyira motivál minket. Itt nálunk mindenki ilyen félamatőr módon van, legalábbis hát az edzők, az egész egyesület. Mi mindent a gyerekekért teszünk. Ők a fontosak nekünk, és tehát a pénz az másodlagos, nyilván kellene, de nem az a cél, hogy a gyerekeket úgymond kiárusítsuk. Mintha nem is Magyarországon lennénk, fülbemászóan szép, eretnek hőskorszaki gondolatok egy a pályája elején levő kisvárosi egyesületi vezetőtől, aki hisz a tiszta viszonyokban, az elvégzett minőségi munka pozitív hatásában.